Azt gondolom, hogy ennél tökéletesebb elnevezésű díjat nem kaphatott volna a márka. Én Zágoni Bettina vagyok, a Modern Goddess márkának az alapítója. Perinatális tanácsadó vagyok, és olyan megerősítő kártyacsomagokat alkotok, melyek elkísérik a nőket, a családokat, a gyermekvállalásnak a teljes időszakán. Ez azt jelenti, hogy egészen a fogantatástól az első pár évig, amikor még kisgyermekes szülők vagyunk. A saját tanulmányaim során tudományos és spirituális szempontból is azt tapasztaltam, és azt tanultam, hogy a pozitív megerősítéseknek, ezeknek a pozitív mondatoknak hatalmas ereje van. Amikor én várandós lettem, akkor én a saját magam szolgálatába állítottam ezeket a mondatokat, hogy valóban elhiggyem, hogy képes vagyok rá. Ez csodálatos élmény volt, ez a pozitív kommunikáció, hiszen én magam is úgy nőttem fel gyerekként, hogy nagyon sok negativitást tapasztaltam, kaptam, és tudtam, hogy szeretnék hosszan a kislányommal otthon lenni. És ez egy tökéletes helyzet volt ahhoz, hogy megteremtsem ezeket a kártyacsomagokat, mert ezt otthon tudtam csinálni. Kiderült, hogy erre nem csak nekem van igényem, hanem nagyon-nagyon sok nőnek. Én fiatal korom óta vállalkozó szemléletű vagyok, mert 16 évesen kezdtem el dolgozni, és akkoriban a vállalkozás azaz volt számomra. Korepetáltam, gyermekekre vigyáztam. Vállalkozóként egyszerűen van lehetőségem skálázni azt, amit csinálok, és ez szerintem szuper, mert én például egy kreatív ember vagyok, és nekem jól esik ez a szabadság. Vállalkozó azért is lettem, mert a család mellett ez egy olyan fenntartható munkaforma, ami megengedi azt, hogy én ott lehessek a gyermekem mellett. Ez az én vállalkozásomnak indult, és most a férjem is már mellettem van ebben. Egyébként ő is egy vállalkozó szemléletű ember. Emellett lett egy segítőnk, egy munkatársunk, aki szintén az operatív dolgokban támogat engem. Én tartok még képzéseket is, különböző workshopokat, és ott a szervezésben támogat. Az én szakmám, ami egy segítői szakma, ott sokszor a pénz nagy tabu. És hogy vállalkozást és a segítő szakmát úgymond azt, hogy igenis szükség van egy üzletre, ami fenntartható, mert akkor fogok tudni segíteni, és akkor tudom folytatni ezt a vállalkozást, hogyha az egy életképes, pénzügyileg életképes vállalkozás. Ez szolgálja azt, hogy én továbbra is a segítő szakmában lehessek. Úgyhogy én ezért szerettem megengedni azt, hogy ez a belső misszió, küldetés nyugodtan lehessen egy asztalon azzal, hogy vállalkozok. A Modern Goddess márka nagyon szépen organikusan fejlődött, amiért végtelenül hálás vagyok. Minimális tőkebefektetéssel, ezt értsétek úgy, hogy tényleg a magánpénzünkből. Én a férjemnek mondtam, hogy hiszek ebben, adjunk neki egy esélyt, megrendeltünk akkor 100 kártyacsomagot, 2 hét alatt elmentek ezek a kártyák, a 100 darab, és ez csodálatos lendület volt, így mentünk tovább. Nem tudtunk igazán egy jelentősebb tőkével gazdálkodni, hanem meg kellett tanulnunk jó döntéseket hozni, hogy azt a pénzt, ami beérkezik, hogyan, mire fordítsuk, hogy a vállalkozást is növesszük, illetve a saját magunkat is fenntartsuk családilag. Most, hogy kaptunk egy jelentősebb befektetést, ez egy nagyon izgalmas és új érzés, és rengeteg lehetőséget nyit ki előttünk. A kártyáknak a képei, azok 18 szülészeten vannak ki, magyar szülészeten. Nagyon jó volt látni, hogy mennyire sok vidéki helyre jutnak el a kártyacsomagok, illetve külföldön élő magyarokhoz is. A legmerészebb álmom az az, hogy ez egy fenntartható vállalkozás, amit mindketten élvezünk a férjemmel, ami ad a világnak és nekünk is. A további álmom az, hogy a kártyacsomagok nemzetközi szinten ismertek legyenek, ezért már angolul kaphatóak több mint egy éve, és nagyon sok helyre mennek, leginkább Amerikába. Ezen kívül szeretném még több nyelven
elérhetővé tenni. Egy női kártyacsomag is bennem van még, aztán meglátjuk. Kérdeztem a férjemet, mielőtt jöttem, hogy ő neki mit jelent, és azt mondta, hogy azt az elismerés, hogy amikor ő az éjszaka közepén válaszol, vagy amikor valami módosítást gyorsan kell végezni egy ügyfélért, akkor ott van az, hogy ez fontos, és ezt elismerik. Minden egyes dolog, amit csinálok, azt azért csinálom, mert letabogatom azt az igényt, amire szüksége van az embereknek, és amire amúgy tudom, hogy nekem is szükségem van. Azt gondolom, hogy ennél tökéletesebb elnevezésű díjat nem kaphatott volna a márka. A 3 évvel ezelőtti önmagamnak és a mostani önmagamnak is azt üzenem, hogy élvezze az utat, hogy engem az támogat, hogyha lépésről lépésre megyek, mint hogyha hirtelen odarohanok, mert így van időm rá megélni.